Egészen elképesztő elméletet osztott meg a pesti srácokkal már Kizaj Péter maga arról, hogy a magyar Péter körüli jelenségnek vajon milyen hátsó mozgatórugója van. Lényegében az ellenzéki összefogás két évvel ezelőtti csúcsjelöltje szerint maga Lázár János szervez putcsot éppen Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel szemben egy belső csúcs Magyar Péterrel. Mindezt egy átverésnek induló telefonbetyárkodás során is elmondta a politikus. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 69 ezeren követnek, és állítsák be értesítéseket is a csengőgomb megnyomásával. Magyar Péter személye már lassan hónapok óta dominálja a belpolitikát és a magyar sajtót, sokan próbálják megfejteni a körülötte kialakuló hype és tömegjelenség mozgató rugóit, háttérembereit. Erről elég nehéz lehámozni a politikai sallangokat, illetve propagandát, minden esetre teszünk egy kísérletet arra, hogy végigvegyük vegyük az eddig szóba kerülő elméleteket. A főáramú kormányzati narratíva arról szól, hogy Magyar Pétert ugyanazok az amerikai, illetve külföldi pénzemberek segítik, akik annak idején Márkizaj Péter kampányát is tolták, támogatták. A több milliárd forintnyi vagy forint értékű dollár támogatás botránya azóta is dagad. A hatóságok folyamatosan nyomoznak a 2022-es úgynevezett beavatkozási kísérlettel kapcsolatosan. A CEF plakátjain nem véletlenül cserélték le az egyik szereplőt most Magyar Péterre, hogy ezzel is ugyanannak a baloldali körnek a tagjaként szerepeltessék őt. Magyar baloldaliságát azzal látják alátámasztva a kormány oldalon, hogy egyrészt a tüntetésén számos baloldali, illetve ellenzéki politikus, művész, emblematikus arc is megfordult. Köztük például Láng Balázs, aki korábban a baloldali vezetés kommunikációs embere is volt, ám sokat idézik magyar Péternek a Spinoza házban adott interjúját is, amelyből kivágták azt a részt többek között, amelyben azt mondja, hogy liberálisnak vallja magát gyermekkorában nem Poszter volt a falán, és azt a nehezen értelmezhető kijelentését is, mint hogy közvetítőn keresztül megkeresték már őt az amerikai nagykövetség részéről is. Nyilván Magyar Péter támogatói mindezt a narratívát karaktergyilkossági kísérletnek és kormánypropagandjának tartják, nem adnak ennek hitelt. Van azonban most egy másik érdekes elmélet, amely nem a kormány oldalról származik, hanem Magyar Péter eddig politikai támogatójától, a Mindenki Magyarországért mozgalom vezetőjétől, Márki Pétertől. Történt ugyanis április 1-én, hogy egy internetes troll megpróbálta átverni a politikust azzal, hogy magát Korányi Dávidnak, a Action for Democracy nevezetű szervezet vezetőjének adta ki. A beszélgetés a pesti srácokhoz került, Ábrahám Robert jó újságíró, Írt róla egy cikket, miután annak valóság tartalmát Márkizai Péterrel is megerősítette. A beszélgetés így szólt. Kellemes ünnepeket, Péter, üdv, korányi Dávid, egy SMS-váltás. Kedves tőled, én is boldog húsfétot kívánok nektek, írja magyar Péter. Troll, április 20-án repülök haza, esetleg egy teahall lesz időd, persze, hív majd, válaszol Márkizai Péter. Kereslek majd, addig is jó lenne egy kicsit karakteresebben tolni MP-t, nagy terveink vannak vele, értve vagyok? Ünnep után keresd karácsony kabinet főnökét, hagytam nála egy kis költőpénzt neked és Puzsérnak. A többit majd személyesen, de ne járjon a szád, mint a múltkor szól a troll részéről egy meglehetősen furcsa határozottságú üzenet. MP lázár embere, válaszol Márkizai Péter, Orbán leváltása továbbra is közös cél, de ezt mi soha nem pénzért tesszük. A troll így válaszol, mi úgy tudjuk, hogy MP lefizethető, sőt, pont-pont-pont. Tehát ez volt az SMS váltás a troll és Márkizai Péter között. Ezzel kapcsolatban Ábrahám Robert a következő kérdéseket fogalmazta meg, változtatás nélkül ezt is felolvasom. Ha Márkizaj Péter tudta, hogy áprilisi tréfát űznek vele, akkor miért egyeztetett te a vacsorát, illetve miért fogalmazott meg kijelentő módban olyan állítást, ami ha nyilvánosságra kerül, magyarázkodnia kell. Ha Márkizaj Péter nem tudta, hogy egy troll szivatja, akkor mire alapozza azt az állítását, hogy Lázár János embere Magyar Péter? Ha Magyar Péter valóban Lázár János embere, akkor Márkizaj Péter tulajdonképpen a legnagyobb riválisával működik együtt amikor ennek ellenére támogatja magyart? Illetve ha tudta, hogy átverték, megszívatták, megtréfálták, akkor erről miért nem számolt be, mint oly sok dologról, amiről rendszeresen tájékoztatja a követőit. Maga Márkiza Péter pedig a következő magyarázattal szolgált a lap megkeresésére, olvasom a cikk ide vonatkozó részét. Arra a kérdésre, hogy eredetiek-e az SMS-ek, és abban valóban ő szerepel-e, Márkizaj Péter igennel válaszolt. A beszélgetésünk során azt állította, hogy tudta, hogy ez egy áprilisi tréfa, és ő maga is csak tréfálkozott. Hogy mikor jött rá, illetve miből, hogy tréfálkoznak vele, elmondta, hogy az utasítgató hang hangnemből jött rá, mert korányi Dávid soha nem viselkedne így. Hogy a lázár embere, kifejezést hogyan kell értelmezni, és hogy ez egy belső pucs előkészületét jelentheti-e Orbán Viktorral szemben, Márki Péter arról tájékoztatott, hogy ez egy szóbeszéd, amit egyebek mellett egy parlamenti képviselőtől is hallott, de nem kívánja megnevezni, hogy kitől, és egyéb más korábbi gyanúsnak vélt eseményt is megnevezett, de beszélgetésük során egyszer sem beszélt erről a vélekedésről kijelentő módban, és határozott állítást vagy vádat sem fogalmazott meg. A telefonos interjú közben az is kiderült, hogy a telefonszámot, aki, amiről a vesemeseket írták, letiltotta és a későbbiekben a többi számmal is így tett, amiről hasonló szándékkal felhívták őt telefonon. Arra a felvetésre pedig, hogyha mégis tudomással lenne arról, hogy Magyar Péter valóban Ládár János embere, akkor is támogatná-e? Azt válaszolta Márkizaj Péter, hogy igen, mert ha Lázár megpucsolná Orbánt, akkor utána Lázárt már könnyebb volna Leváltani. Jó kérdés, hogy mennyire lehet hitelt adni ennek az elképesztő elméletnek, mert már részéről is hangoztak már el korábban hajmeresztő állítások, híresztelések, simán elképzelhető az is, hogy nem kell sokkal többet belegondolni magában a Magyar Péter jelenségben, mint amit látunk, kiugrott a nerből egy ember, aki mögé most felsorakoztak mindazok, akiknek elege van az elmúlt 14 év kormányzásából, és frusztráltak az ellenzék sorozatos kudarca miatt. Hogy ez a felbojdulás bizonyos köröknek hasznos, ahhoz talán kétség sem férhet. Nagy kérdés, hogy milyen mély kapcsolatban állnak most Péterrel ezek a bizonyos körök, és mennyire lesznek rá befolyással a jövőben. Ajánlom a figyelmükbe a hetek friss lapszámát is, amelyben most részletesen is olvashatnak arról a Vence szerződésről, amelynek keretében kriminalizálnák a házassággal és szexualitással kapcsolatos természetes és keresztény értékeket, elveket, ha azok érintik az LMBTQ ideológiát. Ugyancsak ajánlom a riportunkat Izraelből, a megtámadott területekről, és arról mennyire megosztották ezt válni most a napokban az izraeli társadalom. Olvashatnak elemzést arról is, hogy milyen módon akarja az iszlám ismét leigázni Európát, ahogyan erre már háromszor is kísérletet tett a történelem folyamán. Izgalmas írás készült egy kőbányai családról is, ahol az unokák évtizedekkel később családkutatással tárták fel felmenőik drámai történetét a holokauszt idejéről. A lapot kérje az újságárusító helyeken, vagy rendelje meg hozzáférését a hetek.hu per előfizetés oldalon. Köszönöm a figyelmüket! Ha tetszett a podcast, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 69 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseiket is a csengőgomb megnyomásával. Véleményét a kommenteknél várjuk, illetve tetszését vagy nem tetszését like és dislike gombokkal tudja kifejezni. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra!